Üdvözlök mindenkit az F1 Superliga B-ligájának Nürburgringi első futamáról. Az első futam egy 20 perces verseny lesz a időmérőn megszerzett pozíciókkal. A második futam szintén 20 perces egy fordított rajtráccsal. Az első helyet az időmérőn Novák József szerezte meg. Nála annyi változás történt, hogy a BMW-ből átült a Mercedesbe. Az időmérőn 2.07.938-as idővel szerezte meg a pole pozíciót. Mögötte Magyar Csaba 2.08.133-mal időközben a felvezetőkört kezdték meg. A harmadik helyről Kovács Dávid rajtól 2.08.440-es időt sikerült elérnie. Mögőle Bicó István 2.08.894-jel. Ez már egyébként majdnem egy másodpercre van Novák József pozíciós idejétől. Az ötödik helyről Csík Attila rajtól 2.09.674-et sikerült autóznia. A hatodik helyről Nyilas Zoltán, ő már 2.10 fölött, pontosabban 2 perc 10 másodperc 456. A hetedik helyről Bukovinszki Mátyás rajtól 2 perc 11 857, és a nyolcadik helyről Kovács Szabolcs. Neki nem voltak meg a kötelező körei, ezért nem futhatott mért kört, mindkét futamon az utolsó rajt pozícióból fog rajtolni. És akkor az utolsó kanyar is jönnek fel a rajtrácsra. És akkor nézzük a rajtot. És ebben a pillanatban eljönnek. Novák József jól jön el, Nyilas Zoltán kivág. Kovács Dávid már Magyar Csabát üldözi. Szabolcs megelőzi Bicót, sőt Bicó Istvánt mindenki megelőzi. Az első kanyarban Magyar Csaba átveszi a vezetést, és Bukovinszki Mátyás szánkázik bele a mezőnybe. Konkrétabban Kovács Dávidba, aki vitte magából Novák Józsefet, meg szinte mindenkit. Novák visszaesett a harmadik helyre. Magyar Csaba, Bukovinszki Mátyás, Nyilas Zoltán forog meg, vagy forgatja meg Szabolcs, ezt nem láttam pontosabban, ott többen is megforogtak. Nyilas visszaesett az utolsó helyre. És Magyar Csaba üldözi Szabolcsot, meg is előzi, mert ő lecsúszott az évből. Itt elől Bukovinszkit üldözi Novák József, mögötte Csík Attila, és Kovács Dávid is visszaesett. Itt eljön Novák Bukovinszki mellett. És most Csík is majdnem eljön, mert nem Csík mellett Dávid jön el. Nagy nehezen. És vett üldözőbe Bukovinszki, akit lecsúszik az ívről, és Dávid eljön mellette, Csíknek neki megy Magyar Csaba, ő kiforgott.
Dávid lecsúszik. Szabolcs is. És Dávid már Csík Attilát próbálja megelőzni. Novák, Bukovinszki, és ebben a pillanatban Dávid eljön. És Bicó István is üldözőbe vette Csík Attilát. És itt Nyilas előzi meg Magyar Csabát. És itt Bicó István belülre teszi. És most kívül lesz Csík Attila mellett. Ő védi a belső évet. Mögöttük Kovács Szabolcs követi figyelemmel az eseményeket. Hopp, és itt volt egy előzés. Nyilas és Magyar Csaba. Ezek a kameraállások. Próbálja belülre tenni Zoltán. Most még nem jött össze neki. És ők itt hárman összejöttek. Magyar Csaba menekül. Próbálja külsőről körbeautózni Kovács Szabolcsot. És úgy tűnik, hogy sikerül is neki. A következő kanyarban már belsőben lesz Magyar Csaba, egy kicsit tereli, hogy legyen helye. De Szabolcsné külsőből lesz itt a támadást, vissza tudja verni. És most itt ismét Magyar Csaba volt belsőben. Szabolcs nagyon rövidet fékez. Közben itt elől Bukovinszki mellett megy el Bicó István. Bukovinszki ezt a kanyart nagyon csúnyán elnézte, de visszaengedi István, mert már megvolt az a pozíció. És akkor nézzünk vissza ide a hátsó régióba. És Kovács Szabolcs, Magyar Csaba és Nyilas Zoltán itt verik egymást. Szabolcs védi a belső évet. Csaba a külső évről próbálkozik. Szabolcs elfékezi, ezért belülre tud kerülni Csaba. És megérkezik rájuk teljesen Nyilas is. Ő várakozik a lepattanóra. És Magyar Csaba megcsúszik, de megfogja. Nagyon megy keresztbe az az autó. És most Nyilas próbál elmenni Csaba mellett. És Mátyás is kezdenek egymásra találni. Most Magyar Csaba külső ívről. Egyikbe belső, aztán külső lesz. Szabolcsot végül megelőzés, jön el mellette Nyilas Zoltán is. Belső íven. Magyar Csaba lecsúszik, Nyilasnak ettől jobb lesz a kigyorsítása, és itt már belőle is tudja tenni az autót. Itt pedig eljött Csík Attila a Mátyás mellett, és ebben a pillanatban Nyilas eljön Magyar Csaba mellett is. Egy kicsit lökdösik egymást, és
használhatok, de ez még belefér a túrautózásba. És úgy tűnik, hogy Bukovinszki visszaelőzte Jake-et. Így most Magyar Csaba próbál meg eljönni Nyilas mellett, a belsőre helyezkedett, és meg is van neki, még Szabolcs is eljön mellette, de ő megint lecsúszik, és Nyilas alá fordul, itt most a külső íven lesz. Belülre teszi az autót, és úgy tűnik, hogy el is tud, nem mégsem. Még ők itt csatáznak, Magyar Csabának már van egy jó kis lélegzetvételnyi előnye. Á, és Nyilas megcsípi a füvet. Ezen most már a Szabolcsnak is lett egy picik előnye. Közben Csík és Mátyás küzdenek. És Attila itt le is csúszott. Közben István üldözi Dávidot. A jelenlegi sorrend, tehát a képen első helyen Novák József, második helyen Kovácsi Dávid, a harmadik helyen Bicó István, a negyedik helyen Bukovinszki Mátyás, Magyar Csaba és Csík Attila találtak egymásra. Magyar Csaba megpróbál eljönni Csík mellette, sikerül is, ő is megcsúszik, és megpöcköli Magyar Csaba Mátyást az első kanyarban. Mátyás most magától keresztbe is áll, és ki is csúszik. Eljön mellette Nyilas is. Pedig Kovács Szabolcs. Ötödik körben járunk. Látszik, egy kicsit most már megnyugodott a mezőny. Kovács Szabolcs üldözi Bukovinszkit, a hibája, Bukovinszki a hibája után eléggé visszaesett a kettes kanyarnál. Szabolcs a sikánt. És Csík is üldözte az előbb látszó Magyar Csabát. Bukovinszki védi a belsővet, de még messze van a Szabolcs. Itt keresztbe is áll. Végtávon. Teljesen megérkezett a Szabolcs.
kicsit belülre teszi, és össze is érnek elé, hát nem is tudom. És itt Mátyás elrontja. Szabocs lendületből érkezik rá, megpróbál bevetődni, de itt nincs elég hely. Mátyás folyamatosan keresztbe megy, eléggé csúszkál alatta az autó. Itt most Szabolcs hibázott, és lemarad róla. Az élmezőnyben körülbelül ugyanolyan távolságokra lemaradtak egymásról. Magyar Csaba, Csík Attila, ők is leszakadtak egymásról, Nyila Zoltán, Bukovicki megint keresztbe átjön, majd Kovács Szabolcs. Az első három olyan 3-4 másodperc különbségre lehet egymástól, kb. Egységesen. Bukovicski ismét hibázik. Most Szabolcs is. Úgyhogy mind a ketten hibázgatnak, így nem igazán tudnak egymással mit kezdeni. Időnként összerázódnak, de valami velük mindig történik. Ha jól remélik, az első futamok mind a kettőjüknek ezzel a móddal. Előző fizikával. Így van. Már hetedik kör. És itt most Mátyás csúszik le, és megérkezik rá Szabolcs. És már Szabolcs nézelődik. A C1-esben majd tud ő szélárnyékozni. És itt a belső híven próbál eljönni. Bukovicski lecsúszik. Mind a ketten egyébként, és Szabolcs eljön mellette nagy nehezen. Mátyás ezt nem akarja annyiba hagyni, meg is pöcköli Szabolcsot, ezáltal az autójának az egyensúlya kibillent, és most meg is forog végül. Thank you.
és István, mint hogyha csipegetné le a hátrányát Dávidhoz képest. Hol is? És mindjárt megkezdik a 9. fölött a 10 körös futamból. Körülbelül azonos távolságokra a mezőny szétszakadtak. A háttérbe jön még Kovács Szabolcs, pedig Novák József van a képen a Mercedes-szel. Ott valaki hibázott. Azért van néhány látványos kameraállás ezen a pályán. De térjünk is vissza ide az első helyre, ugyanis ha jól érjük, akkor a befutó következik. Nem, még lesz egy kör. Elnézést. És azért valóban István próbálja faragni azt a hátrányt. Ez utolsó kör. Novák József fedélzeti kamerájából mondhatjuk, ahogyan megy. Egy jobbos, egy sikán is még egy jobbos hátra, hogy ő megnyerje. Nürburgringi első futamot. Hát, hogyha nem hibázik. Hungaroringi két futamot is sikeresen megnyerte, és ezáltal megnyeri az első futamot a Nürburgringen, ezzel a szezonbéli harmadik győzelmét aratva. Mögötte Kovács Dávid jön,
két hungaroringi harmadik hely után. Itt most a szezonbeli legjobb eredményét csípi el, ha a tesztfutamot nem nézzük. Mögötte Biczó István a harmadik, a negyedik helyen Magyar Csaba, majd Csík Attila. Az Alfával és Nyilas Zoltán érkezik a hatodik helyen. Itt pedig Kovács Szabolcs az Alfával a hetedik helyen. Majd mögötte a háttérben Bukovinski Mátyás a nyolcadik. Tehát még egyszer a sorrend. Novák József az első, Kovács Dávid a második, Biczó István a harmadik, Magyar Csaba a negyedik, Csík Attila az ötödik, és Nyilas Zoltán a hatodik, Kovács Szabolcs a hetedik, és Bukovinski Mátyás zárja a sort a nyolcadik helyen. Óriási teljesítmény egyébként ez Novák Józseftől, hogy ő 3-ból 3-at nyert eddig. És ezzel torony magasan vezeti a lidét. Meglátjuk, hogy a második futamon majd mit tud alkotni. Szerencsére ezen a futamon most többen voltunk, mint a Hungaroringen. És talán egy picit ezzel a vegységes fizikával kiegyenlítődhettek az esélyek, már nincsenek olyan óriási nagy hátrányok. Például egy fölön. Tehát ez a szépen eljött. Tehát hamarosan jövünk vissza. Igen, Nyilas. A Nürburgringi második futammal. Mindjárt láthatjátok képen még egyszer majd az eredményt. Ismét itt vagyunk, tehát a Nürburgringi második futamról. Ahol is egy fordított rajtrácsos verseny lesz, szintén 20 perc. És mindjárt meg is kezdik a felvezetőkört. Az első helyről fordított rajtráccsal Bukovinski Mátyás, a második helyen Nyilas Zoltán, a harmadik helyről Csík Attila, a negyedik helyről Biczó István, az ötödik helyről Kovács Dávid, a hatodik helyről Magyar Csaba, és a hetedik helyről az előző futam győztese Novák József. És a nyolcadik helyről pedig Kovács Szabolcs. Ebben a sorrendben vághatnak neki a második futamnak.
Itt valaki egy kicsit megforgott. De bevárják őt. Magyar Csaba volt az. És érkeznek a sikánhoz. Majd egy jobb kanyar lesz a célegyenesre ráfordító. Szabolcs egy elég nagyot laggolt. Néhány másodperc, és kialszanak a piros lámpák. És ebben a pillanatban kezdetét veszi a második futam, amikor Nyilas Zoltán egészen szépen rajtol, és már ő mindjárt be is teszi Bukovinski mellé, és Kovács Dávid is feljön a 5. helyről, és már szorongatja az élmenőket. És Novák József is feljön. Bicó István ismét beragadta rajtnál. Itt lepattan Bukovinskiről Kovács Dávid. Van itt egy kicsit tömörülés, azt sem tudom, mit mondjak. És Nyilas Zoltán átvette közben a vezetést. Itt Dávid jött el Mátyás mellett, és most már Mátyást Bicó István szorongatja. És Novák József jön a 3. helyen, Csík Attilát üldözi. És Bicó István jön el most Bukovinski mellett. És veheti üldözőbe Kovács Dávidot, aki Magyar Csabát gyeppálja, aki Magyar Csabánál úgy tűnt, mint hogyha kiugrott volna rajtnál. Neki lehet, hogy van egy bünkije ezáltal. És itt eljött Csík Attila mellett Novák József, és most ő Nyilas Zoltán mellett is jön el külső ívről, és meg is van neki, át is veszi még az első kör 3/4-nél a vezetést az utolsó helyről. És közben Kovács Dávid próbál eljönni Magyar Csaba mellett, Csík Attila pedig Nyilas mellett. Meg is van neki, de Csík megforog. És Dávid mellett próbál most Bicó István eljönni. Itt elől pedig Nyilas Zoltán és Magyar Csaba próbálkoznak. Most Dávid veszi a szélárnyékot Nyilasról, és ki is húzódik. Mögöttük Bicó István. Szabolcs kivágódott a háttérben. Dávid a legbelsőbb íven. Eljön Nyilas mellett. Bicó István majdnem megforog, ezért ő lemaradt. Most külső ívről próbálkozik Magyar Csaba mellett. De ez most még nem sikerült Dávidnak. Nyilas próbál visszatámadni Dávidnak. De ez Nyilasnak sem sikerül. Opa. És érkezik rájuk Bicó István is. Közben Novák József már vagy másfél másodperces előnyt autózott ki hozzájuk képest.
és most eléggé hamar kicsit szétrázódott a mezőn az előző futamhoz képest. Dávid itt lecsúszik. Ebben a kanyarban pedig Magyar Csaba hibázik. Ezáltal rossz lett a kigyorsítása. Plusz érárnyékozik is Dávid. És Magyar Csaba elhibázza. Dávid szépen beveszi, és el tud jönni Magyar Csaba mellett. Ezzel átveszi Dávid a második helyet, és eredhet Novák József után. Dávid nem igazán akar a többieknek szélárnyékot adni. És most Nida Zoltán próbálkozik Bicó István mellé beférkőzni. Kicsit összeérnek, István kicsit keresztbe is állt. És eljön Nyilas István mellett. De most Istvánnak jobb lesz a kigyorsítása. És a külső éven próbálkozik. Nyilas picit letereli. Ezáltal lendületet veszt István. És egy kicsit később fékez, és beteszi a BMW-t István Zoltán mellé. Rajtuk van már Csík Attila is, ennek a csatának is köszönhetően egyre jobban. Neki is lesz talán egy-két szava ehhez a csatához. De hogyha hibázik, akkor nem biztos. És Nyilas egy nagyon rövid féktávval megpróbált beugrani, de ez totálisan óriási hiba volt. Ezzel ő kiesett ebből a hármasból. Most István hibázik, és érkezik meg rá Csík Attila, aki a belső ívben próbálkozik, és el is jön mellette. Itt Magyar Csaba, Csík Attila és Bicó István a harmadik, negyedik és ötödik helyeken. Háttérben Bukominski Mátyás és Kovács Szabolcs, Nyilas Zoltán a jelenlegi sorrend. István próbálkozik szélárnyékból, így van Magyar Csabának egy áthajtásos büntetést adott az R-faktor a rajtnál való kiugrásért. István próbálja minél hamarabb átverekedni magát Attilán, hogy tudjon eredni az élmenők után. Látszik rajta, hogy gyorsabb lenne, de feltartja. Most egy jobb kigyorsításra játszana István, de lecsúszik. István a belső évet, de itt még nem próbálkozik be, inkább csak nagyon ráesik. Itt kétszer is korrigálnia kellett Istvánnak a sikánba.
az ötödik körben vagyunk. Pedig ismét Kovács Szabolcs és Bukovinski találtak egymásra. És itt belülre teszi, és eljön Mátyás mellett. Mögöttük Nyilas Zoltán is rájuk esik. És a háttérben Magyar Csaba a box utcát hajtásos büntetése után. Itt Bukovinski lecsúszik, meg majdnem meg is forog, és eljön mellette még Magyar Csaba is. És akkor térjünk ide vissza Attiláékhoz. Attila és István csatája, utóbbi autójába ülünk. Istvánnak jól meggyűlt a baja most Attilával. Szélárnyékkal próbálkozik, és nézi a belső ívet, de nem. Attila védi a belső ívet, István kívülről fordul és meg is csúszik Attila. Próbál jobb kigyorsítást venni István. De valahogy most nem megy annyira neki. De Attila megint lecsúszik, ezáltal itt mind a két kanyar rosszul jött ki neki. És érdekes módon Dávid sem szakadt el annyira, és Novák sem. Itt az üldöző a harmadik, negyedik helyezettektől. És most István sokkal jobban jött át ezen a balos jobboson. Attila védi az belső évet, és már próbált volna aláfordulni. És most Csík lecsúszik, és eljön mellette István. Addig stresszelte István Attilát, hogy hibázott. Szabolcs hibázik, és érkezik meg rá Bukovinski Mátyás, aki könnyedén el is jött volna mellette, hogyha nem megy neki. De el tudott volna férni Mátyás, ha nagyon akart volna. De úgy tűnik, hogy Szabolcs hibásnak érzi ebben magát, mert húzódott ki egy picit, ezért visszaengedte Mátyást, és kezdhetik előről azt a csatát, amit az első futamon is láthattunk. Illetve már itt a másodikon is egyszer megküzdöttek egymással. És Csík a belső ívre teszi, Mátyás ráhúzott. Hát itt már nem engedi vissza, ezt már nem is kell. És ismét, hát itt nem tudom, ki volt a hibás. És Szabolcs visszajön. Csíket mondtam az előbb?
Szabolcs visszajön Mátyás elé. A bukótérből. Hát itt ilyen is-is volt a felelősség. De az első kanyar miatt úgy gondolom, hogy megilleti a pozíciót. A pozíció Szabolcsot. És István eléggé közeledik Kovács Dávidra. Novák József pedig lassan már látó távolságból kívülre kerül hozzájuk képest. Ezt a sikánt egy kicsit Dávid átvágta. És Attila sem szakadt le. Képen pedig a első helyzet Novák József. Akinek úgy látszik nagyon megy ez a mód. Uff. És Dávid állt keresztbe. Megint faragott István a hátrányából. Csík Attila sem akar leszakadni. Ők a végén még egy hármas bolya alakulhatnak, hogyha Dávid nagyon sokat hibázik, vagy esetleg ha nagyon belassulna. És a 9. kört kezdik meg. És már nagyon ott van István Dávidon. Még a fináléra lehet egy csata. A második helyért mennek most. István is lecsúszott. Kislag. Elég nagy. Istvántól. És Attila most már lemaradt. Pedig Bukovinszki Mátyás, Kovács Szabolcs, Magyar Csaba és Nyilas Zoltán pedig kiálltak.
És Novák József kezdi meg az utolsó kört. Hátul pedig Kovács Dávid és Vicó István összeszedték most már egymást. És Dávid már nagyon csúszkál. És lassan István meg is próbálkozhat beférkőzni valahová. Dávid elfékezi, de István is megy szinte utána, ugyanúgy. Csak tudta egy kicsit beljebb tartani az autót. Itt a második szektorra már teljesen ráesett István Dávidra. Nézelődik is. Sikánnál nem tud beférni. Időközben a befutó. Az első helyen Novák József ér célba a második futamon is. A második helyen Kovács Dávid. És Bicó István, nem sikerül neki megelőznie. A harmadik helyen Bicó István ér célba. A negyedik helyen Csík Attila. Ő nagyot meccselt Bicóval, de végül nem sikerült megtartani a harmadik helyet. Az ötödik helyen Bukovinszki Mátyás érkezik. Ő még elég messze a célegyenestől. Nemrég járt be a harmadik szektorba. És itt túl is csúszik a sikánnál. Át is vágja, de nincs neki jelentősége. És megszerzi az ötödik helyet Bukovinszki Mátyás. Tehát még egyszer a második futam eredménye. Novák József, Kovács Dávid, Bicó István, Csík Attila, Bukovinszki Mátyás az első öt. A hatodik helytől pedig a kiesettek Kovács Szabolcs, Magyar Csaba és Nyilas Zoltán. Értek így célba. A következő futam az F1 Superliga B-nek, az Eidringen lesz megrendezve, mai nevén egyébként Red Bull Ring. 20-án vasárnap 17 óra 50-től az első futam, majd a második pedig 18 óra 50-től. Köszönöm, hogy megnézted a videót és ezt a közvetítést. Ha tetszett, akkor dobj egy féltéglát és nyilatkozz meg. Na, sziasztok!